Hősök napjának egyik legfelemelőbb eseménye a seregszemle, amelyen több mint 5000 lovas és gyalogos harcos sorakozik fel. A másik pedig az a felvonulás, amelyen a sztyeppei lovasnomád kultúra elevenedik meg. De rengeteg, több mint 500 programmal készültek a szervezők. Vendégem Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány elnöke. Kezdjük a két felvonulással. Mit láthat majd a közönség itt a hétvégén? Hát először is szeretettel várunk mindenkit, és nagyon örülünk, hogy ilyen gyönyörű idő van. Két nagy monumentális felvonulás lesz. Az egyik az úgynevezett seregszemle, amelyen a ősi magyarság, a sztyeppei lovasnomád kultúra hadiművészetét reprezentálja, a magyarság katonai erejét, hiszen ott a legjobb és a legjobb felszereléssel rendelkező hagyományőrzők vezetik fel ezt a felvonulást páncélokba, sisakokba és olyan hadi öltözetbe, amely ezeknek a koroknak tulajdonképpen a reprezentánsa. A másik nagy esemény pedig, ahol nem csak a harcosok, tehát a magyarság katonai erejét mutatjuk meg, hanem maga a nép vonul, tehát a lovasnomád civilizációnak egy pillanatképe, amikor a gyermekek, asszonyok, szekerek, a jurta eszközökkel ugye összepakolva, házi állatokkal, de hát különösképpen ugye lovakkal, tevékkel, bivajokkal vonulnak, és ez egy rendkívül látványos, és akkor ez tulajdonképpen elindul egy sztyeppei környezetben, és ez a vonulás érkezik meg a kedves közönség elé, az úgynevezett küzdőtérre. Az ősök napjának másik szenzációja látható egyébként itt mellettünk egy fekete színű jurta, ami a világ legnagyobb jurtája, az Attila sátra, és ott is folyamatosan várják a vendégeket. Így van, a világ legnagyobb jurtáját Attila Hun nagy fejedelem tiszteletére Attila sátrának neveztünk el, amelyben minden évben egy különleges kiállítás valósul meg. Általában régészeti, antropológiai kiállításokat szoktunk összeállítani benne szakértők segítségével, az alapítvány, illetve különböző tudományos intézetek, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a megyei múzeumok együttműködésével. Az idén a főszerep a lovaké, a kiállítás címe, hogy a vadlovaktól a lovas nemzetig, amely tulajdonképpen a ló háziasításától egy végigkíséri a lovak történetét és a lovak hadászatban, életmódban való szerepét egészen a honfoglalás koráig. Ugye itt beszéltünk a világ legnagyobb jurtájáról, de találhatunk itt jurtatábort is, Trianon sátort is, de hát mégiscsak az egész hétvége gerincét a sportesemények adják. Így van, a legjobb hagyományőrző csapatok itt mérik össze az ereiket, és az előselejtezők, amelyek lezajlottak már az elmúlt napokra, azoknak a döntőit helyeztük ide a 7. ősök napjára. Lesz nemzeti övbirkózó bajnokság a sportok sátrában, lesz lovas nomád sportoknak turánpályán viadal, lesz lándzsavívás, a gyalogosoknak lesz nomád szabjavívás, vértesvívás, lesz lovas birkózás, és bemutató szinten pedig, mert a köböre bajnokság majd ősszel lesz, egy nagyszabású köböre bemutató is. Egy nagyon gyors kérdés, nagyon gyors válasz a beszélgetésünk végére. Mi az üzenete az ősök napjának, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepének? Üzenete az, hogy a magyarság méltósággal és ilyen nagy számban együtt képes ünnepelni minden magyar közösség, és méltó emléket állítani a nagy történelem formáló őseinknek. Bíró András Zsolt, köszönöm szépen. Kedves nézőink, az elmúlt évek tapasztalatai alapján bátran kijelenthetem, hogy ez a hétvége, az ősök napja igazán katartikus élményt jelent mindannyiunk a Kárpát-medencében élő magyarok számára.